Nemzetközi fizetés képtelenségi szakot indít a Corvinus Egyetem. Azt mondják, manapság egy adott szakma, szakterület szakértőivé, felelős vezetőivé válás megköveteli a válságkezelő szakirányú másoddiploma megszerzését. Az egyetem kormányzati kapcsolatokért felelős vállalatvezetők és önkormányzati vezetők számára ajánlja a szakirányú ismereteket. Őket ugyanis ritkán menti meg az állam, mondják. A közgazdászok tudják, hogy a válság a piacgazdaság velejárója, a pénzügyi rendszer természetes része. 2009-ben a bankokat, azaz a magánszektort megmentették az államok, azonban azon az áron, hogy hatalmas adósságokat halmoztak fel. Ezt pedig a magánszektornak kell visszafizetnie. Hát hogy is van ez? Itt van Gáspár Péter Pál igazgató úr, a Közgazdasági Továbbképző Intézettől. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a nézőket! Tehát, amikor válság van mindenhol, és még azt se tudják megjósolni a nagyon nagy fejek, a közgazdászok, vagy a erre szakosodott intézetek, hogy vajon milyen válság van, hullámzó válság van, tehát még a rosszabb szakaszok előtt állunk, még rosszabb lesz, még nagyobb recesszió várható, akkor vajon egy ilyen válságkezelő szakoktatás mit tud nyújtani? A Közgazdasági Továbbképző Intézet mindenkor igyekezett, hogy egy jövőbeni kihívásokra készítse föl a hallgatókat, és ez most egy nagyon adott probléma. 29 szakot kínálunk az érdeklődőknek, ebből egyik vadonatúj a válság, gazdasági válságkezelő szak, ahol nem a válságot eltörölni, ez hiú ábránd lenne, hanem a válság jelenségeket időben felismerni, a válság elemeket bizonyos mértékig kezelni, a lehető legkisebb fájdalommal lecsengetni ezt a folyamatot, lesznek hivatottak az itt végzett hallgatók. De tanár úr, de ugye a válság megelőzéssel van a legnagyobb baj, vagy volt most a válság előtt, mert senki nem jósolta meg, hogy mekkora válság lesz, honnan indul. Voltak persze hangok, amelyek felhívták a figyelmet bizonyos jelenségekre, de nem nagyon vették őket komolyan. Tehát akkor most ez a pár ember, beszéljünk 20-30, nem tudom hány hallgatójuk lesz majd, ők majd kijönnek az egyetemről, és azt mondják, hogy kérem szépen, ekkor meg ekkor lesz válság. Hát ez nem, jó ábrán lenne. Semmiképpen nem jó sokat képezünk, ez természetes, hanem olyan szakembereket, és ide ugye nem is az úgynevezett egyetemista korosztály jár, hanem egy másoddiplomás képzés, tehát felnőtt már diplomával rendelkező kollégákat várunk, most október 31-ig lehet jelentkezni, februárban indul az a képzés, amely az adott vállalat, intézmény, önkormányzat már válság által érintett területein igyekszik ezt a nagyon kellemetlen és nagyon fájó jelenséget a leginkább kezelni. Milyen tantárgyak lesznek? A válság felismeréstől, a jövőkutatáson át, a különböző gazdasági, jogi, humán erőforrás kérdések, amiket egy válságban nagyon kell tudni kezelni, mert ez igenis sajnos, például pont ugye az emberi erőforrás nagyon erősen érinti. Mi van ezzel a fizetésképtelenség tanítással? Azért ez például, hát azért, szóval, hogy mondjam, ilyenkor mindig azt mondják, hogy egy családban vagy egy magánember számára nagyjából felismerhető, hogy hol a határa annak, amit még el tud tervezni vagy meg tud valósítani. Hát ez makroökonomiai szinten nyilván nagyon sok más tényezőtől függ, de hát ezt egy tanfolyammal megoldani nem nagyon lehet. Erre nagyon büszkék vagyunk. Először indítunk Európában fizetésképtelenségi szakértő szakot, mégpedig azért, mert 12 éve folyik a Közgazdasági Továbbképző Intézetben Magyarországra felszámoló képzés. Rájöttünk arra, hogy ez a folyamat sajnos egyre inkább és mindenfelé határon átnyúló tevékenység. Felvettük az uniós országokkal ebben a témában a kapcsolatot, és elsőként ilyen szempontból brüsszeli támogatással a továbbképzés indít szintén februárban válságszak, illetve fizetésképtelenségi szakértő szakot, amelyben az Európai Uniós országok, legkülönbözőbb országok ezzel foglalkozó szakembereit fogjuk továbbképezni.
Átvettek valamilyen modellt, vagy ez egy teljesen sajátos magyar ötlet volt, hogy indítsanak egy ilyen válságkezelő szakot? Mivel egyáltalán nincs még Európában ilyen, tehát ez egy hosszas, több mint 2 éves kutatás, előmunkálatok eredménye, hogy kialakult ennek tanrend, tematika, tananyag a nagyobbik felében külföldi oktatókkal, de nagyon bízunk ebben, és mondom, az európai országok felszámoló szakmája is már nagyon várja, hogy megjelenjen olyan szakértő, aki nem csak a saját országában, hanem a határokon átnyúló felszámolási folyamatokban is jártas. Ugye a válságkezelése alapvető problémák elvi szinten is vannak, tehát nagyon sokféle válságkezelési metodika van, és óriási viták vannak abban például akár még Magyarországon is, akár az Európai Unióban, akár a világban, hogy hogy kell kezelni a gazdasági válságot. Van, aki adócsökkentéssel kezeli, van, aki adóemeléssel kezeli, van, aki kiadáscsökkentéssel, van, aki strukturális reformokkal kezelni. Hát akkor hol van itt az a recept, amelyet önök biztosra tudnak mondani? Én azt hiszem, hogy itt egy szintkülönbség van, tehát ezek a ön által nagyon helyesen felsorolt lehetséges variációk, ezek a politikai szinten jelennek meg. De ugyanakkor egy-egy adott vállalat, kisvállalkozás, cég esetében ezek nagyon hétköznapi, egyszerű dolgokra is visszavezethetők. Tehát, hogy úgy tudjon a erőforrásaival gazdálkodni, olyan technikákat, módszereket tudjon bevetni, amelyek az átélést, a továbbélést segítik. Úgy tudjon a profilváltás, a humán erőforrás gazdálkodás nagyon fontos, de kicsi helyi adottságaival gazdálkodni, hogy a számára nagyobb sikerbiztonsággal, és nem biztosítva a örökléted, de nagyobb sikerbiztonsággal járuljon hozzá a túléléshez. Hát ezt értem, de ön említett önkormányzati cégeket, akár magáncégeket, akár, lehet, hogy multicégek lányvállalataitól is lesznek hallgatói, tehát mindegyik cég vagy szakember, aki oda kerül, másodképzésre, tehát már diplomával és nyilvánvalóan komolyabb gyakorlattal más és más helyzetet fog odavinni önöknek. Tehát egy önkormányzati tisztségviselő más támogatási rendszerben tud gondolkodni, mint egy magáncég. Más a problémájuk, másképp meg megoldaniuk azt a válsághelyzetet, amibe kerültek. Hát ezt, hogy mondjam, egy csoportban kezelni, ez nagyon nehéz. Én azt hiszem, hogy a továbbképzésben ez a nagyon szép. Tehát már az óvodában is azt mondják, de most az, hogy szép az egy dolog, de itt most a válságról beszélünk, ami aztán ott annak nincs szépsége. A válságnak szépsége nincs, de a benne felhasználható eszközök, technikák különböző szituációkban egy megfelelően felkészített szakembergárda által valószínűleg sokkal sikeresebben használhatók, mintha csak széttárt kézzel várják, hogy mi történik velük. És ebben nagyon sok olyan nagyon fájdalmas kérdés merül föl, talán az előbb említettek közül például a saját munkatársakkal, kollégákkal való bánásmód egy ilyen helyzetben, és csak egyet emeltem ki a több tucatból, amelyikhez kell, hogy hozzáértő kézzel nyúljanak hozzá a céget. Igazgató úr, mennyibe kerül az, hogy valaki jó válságkezelő legyen? Magyarul ez a képzés mennyibe Ezek kerül? Önköltséges képzések, mint a 29 és a 200 és 350 ezer forintos félévi tandíjakkal, illetve költségtérítések folynak folyamatosan. De az alapvető cél azért az lenne, hogy mondjuk olyan sok-sok szemeszter ne induljon ebben, igaz? Tehát magyarul ne kelljen válságot kezelni. Én inkább úgy fogalmaznék, hogy jobb előre látni, ha valakinek egyszer már fájt a foga, akkor annak feltételezhetően van otthon egy valamilyen fájdalomcsillapító gyógyszere, a noteszeiben pedig egy jó fogorvos telefonszáma. Hát igen, ha csak el nem fogynak a foga egy idő után. Köszönöm erre szépen, hogy itt készülni. Volt. Örülök, hogy elmondhattam.